Sziasztok! Egy olyan képről szeretnék beszélni, amit a nyóatyám mutatott meg, ami számomra is elég sokkoló, figyelmeztető kép volt, és azt mondhatnám nektek, hogy egy látás volt. Hát elmondom, hogy mit mutatott az atya tegnap. Valójában két dologról fogok beszélni. Tehát azt láthattam a tegnap, ahogy épp csak leültem, nyitott szemekkel, hogy behoztam a moslékot a munkahelyemre. Tényleg van nálunk moslékos, tehát ez egy közintézmény, ahol étkeztetés is van, ugye, ez egy óvoda, és behoztam, és a patkány oda ment, és elkezdte enni a moslékot szószoros értelemben. Hát ugye megragadva az alkalmat, és én oda mentem, és megláttam, hogy a patkány ott bele van mászva a vödör moslékba, és azt ott fogyassza. Ahogy elkezdtem ezt nézni, szószoros értelemben rámugrott, míg az érzést is éreztem, hisz valóságban életem során már volt ilyen, hogy ugrott rám patkány, nem is egyszer, olyan helyzetekben voltam. Az utolsó az azért a valóságban elég szörnyűséges megélés volt, mert egy szemetes zsákot akartam volna bekötni, és a patkány szembeugrott velem. Hát nem egy kellemes érzés, de ugyanezt a képet adta, hogy megláttam a moslékos vödörben a patkányt, ugye, kíváncsiságból oda mentem, és rámugrott, és szószoros értelemben szembeugrott velem. És olyan erőteljes hatással volt rám, azt éreztem, hogy a patkányok elkezdenek szaladgálni rajtamon keresztül. Na most a patkányról kaptam régebb tanító álmokat, amiket én annó nem mondtam volt föl, hisz az is volt a indítatásom egyszer, hogy azt a címet adjam, hogy a híres patkány élete, mert az álomsorozatot az atya úgy mutatta, hogy van-e híres patkány, és hogy maga az egész patkánynak a jelleme, a lelkülete mit jelent, hát az, ugye, a mirág. Tehát a patkány valójában egy teljesen erőteljes testi állat, bár ő ilyen értelemben egy ártatlan, tehát úgy mondva nem azért van a Földön, hogy ugye folytonosan harcoljunk vele, ugye mi pusztítsuk is emberek, meg kártékony állatnak tartsuk, mert ő valójában a szerepét tölti be a patkány. Tehát maga a patkány egy erőteljes, rágó, földhöz ragadt testi állat, aki folytonosan mindenhova bemegy, betör, és egy élősködő szapora állat, ami aztán úgy átveszi az irányítást, hogy egyszerűen, hogyha az ember tényleg nem írtsa, tehát ő fog uralkodni azon a területen. És egy nagyon erőteljes szembetisítő verset olvashattam annó. Ez Vasalbert írta volt a patkányok lázadása, hát ott elég erőteljesen megírja Vasalbert, hogy milyen a patkány jellem, lelkület. Tehát egy-kettő bekerül az életedbe, és aztán szétrágnak szószoros értelemben. Ezt értsétek lelkileg, és ez képes beszéd az atyától. Na hát ez a patkány, ahogy így rámugrott, éreztem, hogy valójában elterjed bennem, tehát többen lesznek valójában a testemen belül, tehát ott szaladgáltak végig a testemen, és rémületes érzés volt, de egyből megértettem azt ott, hogy ez mit jelent. Tehát maga a gondolat, a régi gondolat járv ezen a keskeny úton is bármikor. Tehát a földhöz ragadt, programozott, emberi elbukott természet, tehát maga a sátáni csavaros agy, tehát maga a kígyó, az folytonosan vissza akar vezetni a régibe. Elég csak egy picikerés a falon, tehát úgy mondom a pajzson, a hit pajzsán, és már abban a pillanatban átveszi az irányítást a gyermek fölött, a piciny lélek fölött, és elkezdi irányítani, tehát visszaesve a testiségben egyértelműen uralkodni kezd rajtam. Tehát remélem, hogy érthető, amit mondok. És meglátva ezeket a képeket is, megérezve ennek a hatását, megmondom nektek őszintén, hogy megijedtem és elkezdtem agonizálni, ami valójában egy picit hiba volt a részemről, mert az atya nem azért mutatta meg, hogy én ezen görcsöljek, hanem mint figyelmeztetés. És mivel elkezdtem ezen görcsölni, megmondom őszintén nektek, hogy
olyan testi kísértéseim lettek, és olyan indulatkavalkád indult el bennem egyértelműen az agyi program szerint, hogy egyszerűen még én is meglepődtem, és nagyon verdődtem, és nagyon csapongtam ide-oda, tehát szószoros értelemben olyan érzésem volt megint, mint amikor rám zúdul, tehát rám tódult a régi identitásaim, tehát sorozatba jöttek egymás után, és az óriási vívódást keltett bennem, újra elindult bennem a derékfájdalom, a vesegörcs és ugye mindenféle ilyen fájdalom, amit az utóbbi időben megélhettem, sőt az erőködéstől, amit fel is mondhattam egyik videóban, még véreset is vizeltem, mert nem mondtam ki azokat a dolgokat, amiket megláthattam, hanem erőlködtem, verdődtem magamba, és nem adtam utat a léleknek, hogy igenis nyilvánvalóvá legyen, hogy mi az, amiről beszélhetek, és ugye a kedves utitársam is, amiről nyilvánvalóvá tette, hogy mit jelent az, hogy csak maga a gondolat szerint engedelmeskedünk, a világ kívánsága szerint cselekedjük meg azt ott, bár tudjuk, hogy a lélek jelez, tehát picit engedünk, már is átveszi az irányítást a lélek fölött, és elkezd uralkodni. És ez egy ilyen, ugye, ahogy mutatta nekem az atya, tehát maga a patkány jellem, a patkánynak a lelkülete, szellemisége újra és újra vissza akarja venni az övét, és eztől menekülni valójában. Azt kell mondjam nektek, hogy nem lehet. De csak annyit tudtam mondani, hogy kérlek, atyám, segíts, könyörülj rajtam, és nem értettem az egészet, hogy ez újra hogy került ugye a látókörömben, hogyan élhettem ezt meg. Hát többféle dolgot megmutatott. És például egyik ilyen, hogy a héten akarva akaratlanul ugye az autómra rendeltem négy tisztárcsát, mert a régiek már tönkrementek, és mondom, hogy így ugye megszokja az ember, és mondom, veszek négy újat, és mindig az úton mentem, és figyelgettem, hogy mégis milyen modell legyen az, és ezen agyaltam, és az történt, hogy ez az agyalás odavitt, hogy meg kellett mutassa nekem az atya, hogy ezen keresztül, tehát a földi gondolatokon keresztül, tehát a hiába valóság, a mullandóság, gondolataink keresztül a rés hova tovább nagyobb lett, tehát a hit pajzsa megrepett, és szószoros értelemben kirántott engemet abból a gyönyörűséges állapotból, amit az utóbbi hetekben, napokban megéltem, amit úgy tudnék nektek szavakkal kifejezni, hogy a lélek jelenlét, ami megmutatkozott Jézus Krisztusban, sőt kaptam még az írásból is egyértelműen visszajelzést és figyelmeztetést, amikor azt mondja Fülöp, hogy hát mutasd meg, mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és azt mondja Jézus, hogy te Fülöp, hát annyi ideje veletek vagyok, és te nem láttad az atyát, és hát hogy mutassam meg neked az atyát? Azt mondja Jézus, hogy hát annyi idő veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát, és mi módon mondod ezért te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem van? Beszédek, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy az én atyában vagyok, és az atyaim bennem van. Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért, higgyetek nekem. És megértettem ezáltal, hogy Jézus Krisztus nem beszélt másról, itt Fülöpnek, hogy hát nem láttad, Fülöp, hogy én lélek által élek, lélek által cselekedek. Lélek az, ami engemet szószoros értelemben indít mindenre, beszédre, cselekedetre, és nem magamtól teszem ezt. Tehát nem láttad meg a hitnek a lényegét, a léleknek a dicsőségét, hogy a lélek az valójában az atyánk lelke az, ami valójában kell minket ezekben az időkben mozgasson, és ezt magamnak mondom, tehát úgy mondom, hogy egyértelmű szembesülés és felismerés volt a számomra. Ezeket szavakban ezt a lélek jelenlétet azért picit nehéz elmondanom, drága emberek, mert ezt meg kell élni az ember, és aki ezt megélte, tehát benne van az atya lelkében is azáltal él, akkor a gondolatnak esélye sincs. Ugye maga a szó, hogy gond,
olat, tehát gond ölet, ami megöli a lelket, az az, ami folytonosan dara alá teszi és megtámadja ezt a lélek jelenlétet az atyában. Tehát én sem gondoltam volna arra, és valójában ez a tanítatásom, az atya által való tanítatásom egyik része volt most ezekben a napokban. Megvallom nektek őszintén, hogy most sem tudom, hogy valójában teljesen milyen tiszta állapotban vagyok, mert mivel én megélhettem egy pár hetet teljesen a lélek jelenlétben való létet, tehát az atyám lelk által való létezésnek a gyümölcseit, és az abban való gyönyörködését, így érzem, hogy még mindig nem vagyok teljes, de a lélek arra vezetett, hogy igenis ezt felmondjam. A következő, amit szeretnék elmondani, hát egyik gyerekkori barátom, ugye, akivel az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettünk Krisztus dolgairól. Hát az történt, hogy ő is egy ilyen szorult helyzetben volt, és egyszer tényleg igazából indított az atyám lelke, hogy most hívjam fel, és most beszéljek vele, egy felszántott állapotban volt, és tanúságot tettem neki az Úr Jézus Krisztusról. Az az igazság, hogy akkor befogadta, és az atya meg is mutatta, tehát feedbacket adott, visszajelzést, hogy engedelmes voltam a léleknek, és egyszerűen megfogant benne a mag. Azóta elkezdett kapni intenzíven álmokat. Igen ám, de ugye a régit, tehát mint tükör számomra, mert azt kell mondjam, a régi identitásait, a régi tudományát, a régi ragaszkodását, a megkötözöttségeit nem tudta teljesen elhagyni, folytonosan visszamegy. Tehát elmegy ilyen gurukhoz, pszichológusokhoz, meg minden, és minden áron meg akarja, ő akarja megoldani az életét. Ezt nagyon erőteljesen éreztem a beszélgetéseinkben, és elindult köztünk egy ilyen szószoros értelemben egy olyan fajta harc, amire ugye azt mondja pár, hogy a szellemi harc, tehát attól függ, hogy ki milyen mélységben van, ugye amit a gondolat át tud venni, tehát a gondolata, ha kezd irányítani a lelket, akkor ott a lélek el van nyomva, és én is keményen szembesültem, már átjött, és tényleg volt egy erőteljes beszélgetésünk, azt kell mondjam nektek, hogy erőteljes hitharcát vívhattam meg, úgyhogy meg kellett látnom, hogy a lényeg az, hogy mi egymáshoz alkalmazkodjunk, tehát a beszélgetésünknek a lényeg az lett volna, hogy mi egymáshoz alkalmazkodjunk, egymásnak bólogassunk, és valójában ezáltal kiiktatva a Krisztus lelkét, Krisztus igazságát, azt, amit ő megmutatott számunkra, és kompromisszumot kötve valójában egymás gondolatainak, egymás ugye mi van a mai világban, ez a együtt fogjunk össze, ketten, hárman, és ugye pártoskodjunk, és szószoros értelemben szembe megyünk az atyánk akaratával. Ez lett volna a lényeg az egész beszélgetésben, tehát én ezt éreztem, és megmondom nektek őszintén, hogy nagyon erőteljesen indított a lélek, hogy kiosztottam, tehát meg kellett mondanom neki, mert a lélek nem hagyott nyugodni, kiosztottam, hogy már pedig én nem vagyok hajlandó, hiába ismerlek téged 50 éve, nem vagyok hajlandó rábólogatni arra, amit te akarsz, és nem vagyok hajlandó folytonosan hozzád alkalmazkodni, mert hogyha a lélek engemet vezet, én adtam választ, tehát ő jött ide hozzám segítségért többször, és a végén még megfenyegetett, tehát hogy valójában én vezetem meg. Tehát ez erőteljes szembesülés volt számomra, és már a múltkor is éreztem, és már a múltkor is kétszer figyelmeztettem, hogy ne engemet hívjon, hanem forduljon az jó atyánkhoz. Tőle kérdezze meg, hogyha valami kérdése van, tehát menjen be a belső szobába, és kapja meg a visszajelzést az atyától, hogy legyen meg az atya akarata az ő életén, és ne ő akarja megoldani, és ez rám is érvényes, tehát én nem vagyok külön, mint más, nem tartom különnek magam, mert ezáltal én is megláthatom, hogy mennyire keskeny ez az út. És a lényeg, amit szeretnék így a végére mondani, amikor köztünk lement ez a szószoros értelemben erőteljes harc, tele indulatokkal, tűzzel, hát a részemről azt mondhatnám, hogy inkább a lélek tüzével ment, nem volt bennem harag indulat. Na de utána azon kaptam magamot, hogy a szívem kezd megkeményedni, tehát hogyha
Engedek a gondolatnak, hogy én ugye így győzedelmeskedtem ebben a beszédben, újra megint a gondolat ugye jön, és azt mondja, hogy jaj, te voltál ügyesebb, te voltál erősebb, és itt kimarad az a fajta gyermekies lelkület, hogy itt nem győzedelmeskedni kell, hanem egyszerűen, hogy nyilvánvalóvá legyen az atyánknak az igazsága Krisztusban, Krisztus lelk által legyen kijelentve, és ezáltal leromboltassanak a falak bennem is, és benne is, és ne keményedjek meg. Jöttek a gondolatok, és egyszerűen éreztem, hogy keményedek meg, egyszerűen éreztem, most délután is egy picit lepihentem, az atyám is figyelmeztetett, hogy hogy lehet belemenni a pártoskodásba, hogy vezet oda ez a gondolat, ugye, a győzedelmes gondolat, hogy megkeményedik a szívem, és egyszerűen elkerülhetek egy olyan állapotban, hogy le fogom nézni, meg fogom őt vetni, és valójában nem kellene más tennem, így ahogy mondom nektek, az jön, hanem teljesen átadnom az atyának ezt az egészet, tehát hogy feloldódjon bennem, kiengesztelődjek. Ezáltal is elmondtam, amit mondhattam, és valójában szószoros értelemben elengedve őt teljesen, tehát teljesen kinyitva a kaput neki, hogy hadd menjen mindenki a maga útjára, és járja a keskeny utat. És ezt éreztem meg, és ezt azért mondom el nektek, drága emberek, mert ennyire keskeny ez az út, tehát mint bizonyság és mint tanúság, hogy hiába járok én ezen az úton már körülbelül 5 éve, folytonosan az atya figyelmeztet, hogy mivel mi felnőtt, elbukott, programozott emberi természetben vagyunk, ugye, és ő minden féleképpen azt az irányt mutassa, hogy mi valójában üres edényé, tehát teljesen a léleknek adva teret, az atyánk lelkének éljük a napjainkat, és nem kell aggodalmaskodjunk, nem kell gyötrődjünk semmin, hanem megéljük azt az állapotot, amire mindannyian, akik megismertük személyesen Jézus Krisztust, igazából vágyik bennünk a picin gyerek arra az állapotra, hisz ez a tökéletes szabadság. Ez az, amit Jézus mondott, hogy az igazság az embert szabadokká teszi, aki megismeri azt, óhajt csak kívánja, és vágyja azt teljes szívével, úgy, ahogy Jézus Krisztusban kijelentette számunkra, és így a végére hozzátenném, úgy, ahogy le van írva a 4 evangéliumban. És megmondom nektek őszintén, hogy azért tartom fontosnak a 4 evangéliumnak az olvasását lélek által mindig, és személyesen olvasva, lélek által kérve az atyát, mert ez az alap a földi intervallumban, ez tudja lefektetni bennünk azt, hogy amint a mennyben, úgy a földön is állapotot, tehát onnan kaphatunk egy erőteljes jelzést, megértést még az írásokból is, megértve és megélve azokat, mind ahogy a kreszbe van, tehát a kressz, és azért adatott nekünk földi értelemben, hogy azt, amikor megtanultuk, akkor tudjuk, hogy hogyan kell közlekedni. De ha netalán még ezekben az időkben eltolódnánk, akkor mégis bele tudunk lélek által olvasni, vagy az atya adja a jelzést, hogy ott van, le van írva, ülj le, és engedd, hogy kibontsam számodra ennek az valójában a kijelentését, hogy a lélek meghallja újra a tökéletes lelket. Tehát legalábbis engemet így formál, így vezet. És ezt csak azért mondom el, mert nagyon sok embernek, akik keresik az igazságot, és a saját fejük után akarnak menni, mert ugye megérzik a léleknek a jelenlétét, mindig szoktam ajánlani, hogy ez egy csodálatos dolog, és igenis, ezt is az Atya adja, és ez gyönyörűséges dolog. De ahhoz, hogy te megértsd, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztusnak a beszéde, és hogy arra legyen fölépítve erre a sziklakőre a te életed, ahhoz szükséges, hogy újjászüles, és szükséges, hogy olvasd azt, amit neked a lélek ad ebből az írásból, hogy úgy legyen, amint a mennyben, úgy a földön is, amint a földön, ahogy megérted, úgy a mennyben is, és ez lélekben történik. Tehát ez fontos, ez nekünk elbukott felnőtteknek adatot, azért, hogy ne tévesszük el az irányt, és addig, amíg adatot, addig használjuk.
Mert annyiféleképpen kapunk mindenféle dózist, amiről már többször beszélhettem, és a lélek többször rávezetett, hogy egyszerűen az irányból, tehát a keskeny útról el tud terelni akár egy gondolat, akár egy oktatás, akár egy más emberek által való kijelentés, nincs megvizsgálva lélek által, türelmesen, szeliden és alázatosan, és így már vissza is kerültünk újra a puszipajtás állapotában, és mindenki magas térdemeléssel tényleg ugrálva menjünk vissza a szakadék felé. Tehát ennyit tudnék mondani, amit megérthettem a Jóatya kegyelméből, és bízom abba, hogy minden az Isten dicsőségére munkálkodik. Sziasztok!